környezettudatos életszemlélet fejlesztése a Széchenyi Zsigmond könyvtár által kidolgozott tanórán kívüli programokon keresztül óvodások és általános iskolások számára című projekt részeként báb előadás és játszóház keretében hívták fel az óvisok figyelmét a környezetvédelemre. Mimó és Csipek a padlizsán és kanárisága színekben pompázó, kedvesen bunfordi mesehősök történetén keresztül közvetítették a zöld gondolatokat. Ez papír, ez fém, ez műanyag, ez üveg! Csak is papír. Ha papír, csak is. Papírgyűjtőben! A mese elsősorban arra hívja fel a kicsik figyelmét, hogy miért kell takarékoskodni az árammal, miért nem szabad feleslegesen nyitva hagyni a vízcsapot, és mire való a szelektív hulladékgyűjtés. Az a tapasztalat, hogy nagyon könnyen átmegy az óvodásokhoz ez az üzenet. A szelektív hulladékgyűjtés, a vizeknek a tisztasága, a levegő tisztasága, a környezettudatos viselkedés, akár az energiatakarékos, hogyan lehet energiatakarékosan élni, kuckózni magunkat. Tehát ezek végig fogják vezetni a gyerekeket, a mese szereplői ezeken a elég nehéz téma úgy feldolgozni, hogy befogadható legyen nekik. A Vörös Marti téri óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a kicsik környezettudatos nevelésére, hiszen, mint ahogy az intézmény vezetője fogalmazott, ha gyermekkorban rávezetik őket a helyes gondolkodásra, felnőttként is tisztelik majd a környezetet. Már több mint egy éve szelektív hulladékgyűjtést is végzünk az óvodába. Azt gondolom, hogy ha már itt elkezdjük ezt a nevelést, valószínűleg a későbbiekben is meg fogják a gyerekek ezt tartani. Amit itt kis gyermekkorba beégetünk a tudatalattiba, hogy az fontos, hogy külön válogassuk a szemetet, vagy esetleg ne dobjuk el, ne rakjuk bele abba a kukába, ami nem való, azt a gyerekek így fogják megszokni, és ezt fogják csinálni felnőtt korukban is. Az interaktív báb előadás után pedig természetes anyagokból és hulladékokból kézműves foglalkozáson kreatívkodtak a gyermekek.